ugye ez, ez, a kérdés, mert, mert az, hogy, hogy a jogrend is mondja, hogy ne lopj, ha lopsz, akkor gond lesz belőle, hogyha ha ölsz, gond lesz belőle, megbüntet, utolér a, a törvény, na de ha paráználkodsz, nem, nem, is keres a törvény, nem, hogy nem ér utol, nem is keres. Kereszténység és politika viszonyáról nagyon sok párbeszéd szól a következőképpen, legalábbis az én tapasztalatom szerint. Az egyik oldal azt mondja, ti keresztények, vagy mi keresztények, ne erőltessük az értékeinket, ne erőltessétek az értékeiteket azokra, akik nem hisznek. Míg a másik oldalról a következő ellenév szokott elhangozni, de hát ez a helyes, ez a helyes, tehát jó az, hogyha ezeket az értékeket, ezeket az elveket a többségi társadalom számára kötelezően elfogadhatóvá, kötelezően teljesítendővé tesszük. Általában így hangoznak ezek a párbeszédek, erőltessük, vagy ne erőltessük. Helyese így ez a dilemma, Álltok-e ennek a dilemmának valamelyik oldalán? Húztok-e valamelyik felé? Vagy látok e ebből egy kitörési lehetőséget? Hát mit értünk? Erőltetés alatt. Mm. Ezt ne erőltessük inkább, hogy ezt <laughs> most megkatározzunk. <laughs> Mert az, hogy odamegyek a szomszédomhoz és rágom a fülét, hogy ne káromkodjék annyit, ez az erőltetés? Vagy az az erőltetés, hogyha ha elmegyek adott esetben, ha van egy olyan népszavazás, hogy... Magyarországon a melegházasságot engedjük-e, hogy akkor elmegyek, és akkor én leszavazom, hogy ne engedjük. Vagy az az erőltetés, hogy keresztény politikusokat juttassak be az országgyűlésbe, és akkor a keresztény erkölcsnek megfelelő jogalkotás történjék, tehát hogy hogy így, mint választó polgár, hozzájárulok, hogy a keresztény politikusok a keresztény erkölcseik szerint hozzanak törvényeket. Mert ezek, ezek különböző szintű dolgok. Igen, jó belecsaptál le Csóba egyébként ezek a példák, hogy meleg házasság, meg keresztény politikusok, ilyesmi valóban. Itt az erőltetésnek a meghatározása, az egy perdöntő kérdés. Én, én inkább ezt egy lelki dolognak érzem, azt, hogy erőltetek valamit és aztán a lehetőségekhez képes szokott ez kitejesedni. Most legyek nagyon gonosz, nem akarom a, a Calvin János nagyon tisztelő nézőket elriasztani, de vajon erőltetésnek nevezzük, amit ő Genf városában próbált megcsinálni, ugye ezt az kicsit idealizált keresztény társadalmat létrehozni. Ő, ő ott azt erőltette vagy pedig volt egy olyan sziklaszilárd meggyőződése, hogy, hogy, a társadalom majd magától is rá fog jönni, egy kicsit teregetni kell először őket, de rájönnek majd, hogy ez a jó irány, mert jót tesz nekik, ami ott genben van, egy, egy tiszta, helyes állapot lesz. Nyilván most a XXI. századból visszafele megítélni, hogy ő mit művelt a reformáció idén, az már nagyon nehéz, meg nem láthatunk egy halott ember fejébe, hogy mik, motiválták. motiválták. Nekem ez erőltetésnek tűnne egyébként, ha megkérdeznétek itt subjektív, amit Calvin ott csinált de valóban hol húzzuk meg ennek a határát, meg az sem mindegy, hogy ki az, aki erőltet, mert ha Sitku Tibor úgy gondolja, hogy átmegy a szomszédhoz, maradok a példánál, hogy légy szíves, fejez már be ezt a káromkodást, hogy a kerítésen át is hallom, hogy szidoda a jó Isten, meg az összes szentet, ezt ne csináld. Ez nem az a lépték, mintha én egy törvényhozó vagyok, aki görnyedotta a laptopja felett, és nem tudom, joga van, a magyar alkotmány módosítani. Most nagyon a példát, kérek, bocsássatok meg, de értitek, hogy olyan erőforrások felett disponálok hogy amivel én, én milliók életére adhatok. Tehát itt ne, nem csak az a kérdés, hogy, hogy mi az erőltetés, hanem ki az, aki erőltet, milyen pozícióban erőltet, aki erőltet. Én nem vagyok híve, ezt azért elmondom a műsor elén semmilyen erőltetésnek, semmilyen témában, az, az mindig visszás. Maradjunk akkor egy kicsit ennél a mondatnál, hogyha megengeditek, hiszen itt politikai témáról volt szó, tehát azért elsősorban a jogról beszélünk, a jog mint, mint erőltetés, a jog mint erőszak által érvényesített helyes állapot, valami ilyesmit tudnánk mondani, és Tibor említetted, hogy, hogy nem vagy híve az erőltetésnek, ez minden esetre igaz, ez az alapesetre igaz, szerintem egy társadalom nem tud úgy működni, hogyha erőltetve vannak benne dolgok, hogyha kényszeredetten az erkölcs sőt, nem lehet kipréselni emberekből. A kisgyerekeknél fordul ez elő, ugye még nincs, nem válik az erkölcs belsővé számukra, nem szaksznyelven interiorizálódik, addig egy külső hatás próbálja őket így rákényszeríteni, hogy betartsák, hogy kisfiam, egy meg a spenótot, fogd a szádat, üljél már le, ne nyüzsögjél egy felnőtt embernek már ezeket nem kell elmondani, ő, ő, belőle ez belülről fakad, hogy, hogy nem nyüzsög, meg eszi a spenótot, ha szereti, hozzáteszem, hadd döntsön rólad, szereti vagy nem. De, de nem egy külső eszközzel fenyegetem. Nyilván vannak esetek, de ezek a határesetek, amikor muszáj erőszakos módon öm, emberekre olyan, olyat is rákényszerítem, amit ők nem választanának, hát ezért tartjuk fön a rendőrséget. Bizonyos értelemben a jogrendszerünk, bíróság, persze, persze ott van. Csak a kérdés, hogy mi követ, mit, tudod, tehát hogy, hogy az alap az, hogy erőltetek, és néha kis levegőt is engedek, egy kis szabadságot, vagy az az alap, hogy, ö, hogy az, az állampolgárok maguk döntenek, szabad emberek, mert felnőttként kezelem őket, nem kívülről érkezik meg hozzájuk a sok szabály, de adott esetben benyúlok a rendszerbe is, és, és úgymond elrajtetek dolgokat. Az nekem nem mindegy, hogy melyik követi melyiket. Nyilvánvaló, hogy, hogy, a jog által való erőltetés az egy kicsit erőteljesebb probléma társadalmilag, mint az, hogy átmegyek a szomszédomhoz, mert a szomszédom hangja meg átjön hozzám. Tehát ez, ez, ez személyes dolog. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy az a legjobb megoldás, hogyha ő káromkodik, akkor én leüvöltöm őt. Lehet, hogy lehet találni ennél célra vezetőbbet is. De a közbeszédben azért, azért, gyakran előjönnek olyan dolgok, amik, amik a keresztény értékekre hivatkoznak, keresztény erkölcsökre, alapvetően egyet is értünk velük, az életvédelme, a, a művi abortusznak a tilalma, ugye most ez, ez megint egy nem, tehát egy kicsit durva kifejezés, de hogy engedélyezhető-e vagy nem engedélyezhető. Ugye vannak országok, ahol nagyon merev a, a szabályozás, hogy még ha nem erőszak történik, még akkor sem engedik meg. Tehát, és ilyen dolgokban, amikor a közbeszédbe bedobnak ilyet, akkor azért fölbojdul a társadalom. Gondolják arra, hogy az utóbbi időben ö, a az eutanázia, illetve hát az orvosilag asszisztált öngyilkosság kérdése is most napi van, vagy egy időszakban elég erőteljesen hallhattunk a melegházasság kérdéséről, és hogy, hogy bizonyos Országokban megengedik, és azt milyen dekadensnek tartjuk, egyik oldalról, másik oldalról pedig, mégis azokba az országokba mennek a gyerekeink tanulni, meg, meg megélhetést keresni, amelyek ilyen dekadensek, vagy hát lehetne sorolni a példákat. Igen, és itt felmerült egy ilyen visszatérő elem, azzal kapcsolatban Botan, te is ezt emelted ki, és akkor saját szavaimra újra fogalmazom, hogy igazából olyan hatásosan nem tudunk erőltetni valamit, ami a társadalom jó részében legalább makként vagy csíraként nincs ott, mint alapvető gondolat. Tehát Tibor említetted azt, hogy felnőtt embereket arra kényszeríteni, hogy egyik pillanatról a másikra valamit egészen máshogyan csinálnak, ez nagyon nagy szintű erőszakra van szükség, amit a legtöbb jobb jogrendszer nem képes alkalmazni. De akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy Ugye meghatároztad az oktatás területét, hogy akkor még elég formálható az ember, akkor az oktatás egy kiemelten fontos politikai terület, hogy mit oktathatunk, mit taníthatunk a gyermekeinknek. És rögtön felmerül a kérdés, hogy kinek áll jogában milyen tartalmat odavinni. Már is itt a kérdés, hogy keresztényként kiállhatunk-e a mellett, akár jogi eszközökkel, hogy a következő generációba, a következő generáció számára, egy igazán formálható időszakban olyan tartalmakat tegyünk, vagy ne tehessünk, ami aztán meghatározza, hogy ők mit tartanak normálisnak, milyen jogszabályokat hajlandóak magukra nézve kötelezően elfogadni. Mit gondoltak erről? Mondd előbb, tehát te hangod <sínt> <hállal> <hállal> Hát, hogyha az Ószövetséget nézem, akkor ott ezt parancsolta Mózes, hogy a, a családokban adják át. Tehát a családban az idősebbek mondják el a gyermekeiknek, és így nagyon jól hagyományozódott. Az egy másik kérdés, hogy társadalmilag is azért ezt, ezt megkívánták, mert hogyha valaki ebből az ószövetségben kilógott, akkor az rövid úton megkövezték, úgyhogy, úgyhogy ott nagyon gyorsan internalizálódtak ezek a. A vallási és erkölcsi értékek. Ugyanakkor, a, ha nézzük a tíz parancsolatot. A tíz parancsolatnak vannak olyan ö, szabályai vagy igéi parancsai, amiket mi keresztjének ö, magától értetődőnek veszünk, és fontosnak is tartunk, hogy ne legyünk bárványimádók, hogy az Úrnak a nevét hiába fel ne vegyük, tehát ne káromkodjunk, ne fogadkozzunk Isten nevében. De vannak olyan hát, parancsolatai is, amikkel akár keresztény az ember, akár nem, egyet értenek, mert az, hogy ne lopj, ne ölj, ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy a tíz parancsolatból ezeket a parancsokat megtartsák. Hát az, hogy... hogy... Nem e... hogy már határeset azért, nem? De hát... E, hát az annyira határeset, hogy hát sajnos néha még keresztények sem nagyon tartják be. <laughs> Tehát ugye ez, ez, a kérdés, mert, mert az, hogy, hogy a jogrend is mondja, hogy ne lopj, ha lopsz, akkor gond lesz belőle, hogyha ha ölsz, gond lesz belőle, megbüntet, utolér a, a törvény, na de ha paráználkodsz, nem nem is keres a törvény, nem, hogy nem ér utól, nem is keres, hogyha Isten nevét szidalmazod, sajnos magyar ö, nyelvünk erre nagyon alkalmas, ö, hát nem megy utánunk a törvény, akkor most mit kéne a civil jogba átemelni abból, amit a keresztények, keresztényként mi nagyon fontosnak tartunk. Tehát itt az alapkérdés, igen, hogy, hogy hogy kezeljük, ha most a tíz parancsot emeljük ki, persze, mert más is kiemelhettünk volna valóban. De én még egy pillanatra visszatérnék Péternek a kérdésére az oktatásnál. A, valóban ez egy nagyon neuralgikus terület, hogy a, amikor az ember képlékenyen formálható, nem vagyok oktatást nem tudom, hol zárul ezen a nagyjából, van egy 16 éves fiam, mintha nálam már zárulna ez a kapu egyébként, hogy hatással tudok rá lenni, vagy az iskola hatással tud rá lenni. De igen, ez egy kritikus időszak, és uh, én nem hiszem, hogy a tananyag szintjén um, dől ez el, hanem a tanítás találnak a szintjén. Mondom egyszerűbben, hogy mit tanítanak a gyereknek, persze fontos, de most magamra is gondolva, amikor én voltam diák, az egyik filmen sok minden bement, a másikon meg kiment, nem tudnám most már a kovalens kötés senkinek elmagyarázni, de a adi életrajzát tudnám levágni most itt az asztalra. De hát az információknak a nagy része szerintem, hogy bemegy, úgy, úgy ki is jön a gyerekből. De ahogy, amire megtanítják azok a sémák, hogyan forduljon a valóság felé, vagyunk kritikusan forduljon az élet jelenségek felé, vagy mindet elhiggyen, amit a tekinté mond neki. Na inkább ez az, amit tanul a gyerek szerintem. úgy, úgy hívhatjuk ezt egy könyvcímre utalok most, hogy a rejtett tanterv hogy nem, nem, az, ami direkt módon hall, hanem ahogyan tanítják. Ki taníthat így például. Így van, és a, amire tanítják, ilyen értelme, ilyen látás értelme értitek, de hát, hogy ez az igazi, amit megtanul, és hát ez bizony, ezzel vissza lehet élni a politika részéről is, egyház, ez a párki részéről, hogy már eleve úgy neveljem ezeket a gyerekeket, hogy majd, ha felnőttek leszek, lesznek, kiszolgálnak bizonyos hatalmi érdekeket, és így utána az erkölcsöt átvigyem, mondjuk a, nevezik így a keresztény értékeket, áthúzzam a társadalomra. Hát ez egy nagyon, nagyon nagy, nagy kérdés, hogy ez, ez hogy lehet kell -e gátat venni ennek, vagy ezt erősíteni kell? Igen, ez egy jó kis vitapont most, azt hiszem. Hadd kössem össze kettőtök témáját egy, egy érdekes, és egyáltalán nem keresztény gyökerű történettel. Jack Welchről szól a történet, a General Electricnek volt 20 éven keresztül vezérigazgatója, és az Egyesült Államokban az 50-es években végzett valamelyik New York környéki, ha jól emlékszem, egyetemen, alap, alapvegyészmérnek, mestervegyészmérnek, aztán a doktori fokozatig jutott, és talán az alapképzésre, de lehet, hogy a mesterképzés közben, tehát ismét nem keresztény figura, nem egy keresztény egyetemen, lebukott az akkori barátnőjével egy parkoló autóban. Hát hogy most pontosan mi történt, azt nem tudom, ezt ugye virágnyelven úgy mondanák, hogy félreérthetetlen helyzetben találták meg, és feljelentették biztos őt. Biztos <laughs> Imádkoztak, biztos hagylatoztak. Hát, így van, így van. <laughs> és ő, számomra ez egy meglepő dolog volt, attól tartott, hogy ki fogják rúgni őt az egyetemről és speciális dékáni engedélyt, vagy rektori engedélyt kellett szereznie, kvázi el kellett, hogy nézzék neki ezt a bizonyos cselekedetet. Ez nem egy teológiai főiskola volt. Ez nem egy vallási intézmény volt, és végül elnézték neki, vagy azt mondták, hogy na jó van, de azért többet ilyet ne. Ugye ez volt az erkölcsi felszólítás. Ez, hát elképzelhetetlen két-három generációval később, nem csak az amerikai egyetemeken, hanem magyar egyetemeken is, ugye egy keresztény országban élünk, most ez megint mint politikai szlogen megjelenik, és hogyha ezt felhoznánk, akkor a legtöbb ember erre úgy hivatkozna, hogy ezt semmiféleképpen ne hallott ez 70 évvel ezelőtt, egy világi környezetben teljesen normális volt az Egyesült Államokban. Na most a kérdésem, először is utána nyugodtan mondjátok a gondolataitokat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez egy keresztényi Helyzet és tiltás volt, ennek örülünk, örülünk Vincent? Vagy sem? Mondta a te hangod mélyebb, még mindig. <laughs> még mindig mélyebb? Ugye keresztényként nyilván nem értek egyet azzal, hogy csak így, hát, a szexualitást ilyen módon érje meg valaki. Ezzel, ezzel természetesen nem értek egyet. De azzal sem értek egyet, hogy egy világi egyetem kényszerítse rá az emberekre, azt, amivel én nem értek egyet, mert, hát ahogy te mondtad, hogyha neki ez nem, nem belülről jön, akkor félek, hogy ez kontraproduktív. Nyilván megvannak azok a, a területek, ahol Joggal szabályozni kell, mert az, hogy valakinek nem jön belülről, hogy ne lopja el a másét, ottan szabályozni kell. Ahogy az előbb is beszéltem a tíz parancsolattal kapcsolatosan. De. De. Itt az jelenik meg szerintem, hogy a, az erkölcsi normák a társadalomban változnak. Tehát ami a 60-as években a szex, úgynevezett szexuális forradalom előtt ö, hát abnormalitásnak tűnt, az ma már teljesen elfogadott dolog. És most az lenne abnormális, hogyha a 60-as éveknek a, prudériáját prüdériáját akarnánk ráerőltetni az emberekre. De elég, hogyha csak a, az öltözködésre gondolunk. Ahogy most nyaranta öltöznek a hölgyek, ezelőtt 150 évvel hát nagyon gyorsan az erkölcs megsértése miatt hát lefülelték volna őket. Ugyancsak a globális felmelegedés miatt van kevesebb róla rajtuk, és nagyon melegük van tudod, nem, ez nem erkölcsi kérdés. Nem akarom elviccelni, de meg szegény Péter a kezedből nem venném ki a műsorvezetés, csak ha már egy kicsit ilyen egymással is beszélgetünk van azért, én visszakérdeznék, hogyha nem egy autóba került volna sor erre az imádkozós, fagyizós eseményre, nem mondjuk az egyetem bioszertárában. Akkor is szerinted ez így lett volna, hogy ne szóljunk bele, mert ez nem belső érték számára, hogy ő világi ember, ne kérik rajta számon. De hogy az egyetem területén történik, akkor is, akkor se szóltál volna? Hát az -e... én azt nem mondom, hogy nem szóltam volna. De. Mert egy más a leányzó fekvése, hogy akkor nagyon szó szerint vegyük a történetet, nem? Hát ugye a bioszertár az, az szigorúan egy egyetemi terület, ahol megvan határozó, hogy mire használható. Tehát nyilván szalonnát se süthetnék ott, amiben egyébként semmi erkölcstelenség nem lenne, vagy, vagy mondjuk az egyetemi könyvtárban, hát nem fogyaszthatnám el a gyors étkezdében megvett kajámat, mert hogyha ahhoz ragaszkodnék, akkor minden vallási felhang nélkül, de kitessék a könyvtárból. Tehát az egy egészen más terület. Most ja, de... csak egy, egy de. gondolat ide, hogy és akkor Tibor erre, bátran reagálja erre is meg, ami eddig elhangzott, hogy ha jól értem, akkor vegyes érzéseid vannak ezzel a témával kapcsolatban, mert egyrészt persze kívánatosabb az a cselekvés, amit ezáltal elértünk, de az alapvető gyökér probléma óta van, hogy megváltoztak a bennünk lévő, a belső törvény, az a belső norma, ami alapján ez a, ez a helyzet egyáltalán kifejtette a hatását. Ami alapján Jack Welch félt attól, hogy lebukik, ez ő benne volt alapvetően, és ez csak kívülről kapott egy megerősítést. Jól értelmezem ezt? Nem egészen. Én inkább azt mondom, hogy a társadalmi norma. Uh -huh. Mert az én belső normám nem változott meg. Tehát az én belső normám továbbra is azt mondja, hogy, hogy házasságon kívül, nem helyes, az én belső normám továbbra is azt mondja, hogy hát például... Nem is a tiéd, hanem úgy általában az embereknek a társadalmi, vagy a belső normája. Hát ugye az, hogy az emberek, erről Igen. nem lehet beszélni. Uh -huh. Mert mert Jolinak, Pistinek, stb., hogy neki mi a belső normája, az az, az ő személyes ügye. De hogy a társadalomban elfogadottá vált, és azoknak, akiknek a belső normájával nem egyezik, ők is úgy, te úgy tekintik, hogy hát azért ne csináljunk ebből olyan nagy ügyet. Nyilván egészen más, hogy, hogy, mit tudom, ha nekem most még kiskorú lenne a lányom, és olyan öltözékben akarna elmenni, ami, amit én hát szemérmetlennek tartok, abba beleszólnék. Viszont az, hogy a másnak a lánya úgy öltözik, abban nem szólok bele. Nekem azért itt van egy, egy uh, nem akarok követ kötekenni, de tényleg egy ilyen felvetés, hogy ennek hol vannak a, a nem szólók be, beleszólótnak a határai, mert egyetértek veled alapvetően, tehát igazad van, én, nekem is van egy lányom, aki már nem kiskorú, én még most is a adott esetben, el bevallom őszintén a nézőtnek, hogy ha úgy öltözködne, ami szemérbetlen, például a gyülekezetembe jönne ami el úgy. Amit te tartasz úgy, szemérmetlennek, ami tart, Persze, természetesen mind, mindezt ennek maga felé hajlik a keze, hát még az enyém, ugye? Tehát itt arra célzok, hogy ha mondjuk az én gyülekezetemben jelenne, meg nyilván az egy nyilvános tér, az egy kicsit más megítélés alá esik, szemérmetlen öltözékbe, akkor biztos, hogy szólnék neki, felelősnek érezni magam, mint lelkipásztor, hogy azért ha lányom, ha nem lányom, ezt megtegyem. Ugyanakkor nekem azért az se teljesen mindegy, hogy a társadalom nagy része milyen elkölcsöket követ. De hát én nem tudok olyan, olyan könnyen szemet hunni a fölött, hogy hát az erkölcsök változnak, most az emberek máshogy gondolják, mint 50 éve gondolták, ez teljesen mindegy. Nem tudom, hogy szívesen élnék egy olyan társadalomban, ahol bizonyos erkölcsi kérdésekben számomra elfogadhatatlan, vagy nagyon nehezen tolerálható értékeket követ a többség. Egy ügye példát, hogyha mondhatok erre, ha az volna a megszokott, hogy, hogy megesszük egymást, mint a kanibálok, és nyugodtan el is fogyna a társadalom szó szerint, ugye? E, és de egy teljesen... meghízna. Egy, egy rész meg meghizna, így van, nagyon köszönöm a értékes kiegészítést, de hát hogyha, hogyha egy ilyen társadalomban élnék, hogy ez egy bevett szokás volna, nem tudom, hogy akarnék-e úgy egy ilyen társadalom, vagy azt mondom, hogy á, ez az ő dolguk, én keresztényként nem szeretnék ebbe beleszólni, rájuk húzni az én erkölcseimet. Tehát én azért, én azért nem lennék kategórikusabba, hogy semmilyen kérdésben, semmilyen formában sehol nem tehetném ezt meg. Persze ez egy szélsőséges példa, én tudom. Lehet, hogy itt bel is kéne szólni egy ilyen társadalom működésébe, de de nem ilyen egyértelmű nekem, hogy ezek a határok hol vannak. No. akkor, akkor megint, megint vigyük tovább akkor ezt a kérdést, mert hogy itt beszéltünk akkor erről, hogy normák, beleszólok-e. Tibor itt az oktatás kérdését, ugye tegyük fel, hogy nem szólunk bele, tehát tegyük fel, hogy ebben... De van ilyen, hogy nem szólunk bele. Igen, most akkor Igen. Ezt egy, egy, kicsit vigyük tovább, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a tanárnőnek lesz kedvében az, hogy fehér neműben álljon ki tanítani. Hiszen ugye akkor itt keveredik két kérdés, ott van valaki egy igen, igen, nagyon igen. most elvizsgösebb, nagyon elvittem egy másik témámban. hogy nagyobb lesz a nézettség, nem tudom. Igen, és uh, ugye érdekes kérdés ez, talán, mint hogyha a mai világnak a, a, a keresztűzében úgy általában a szexuál etika lenne, és ez nem biztos, hogy egyedi egyébként a jelenlegi társadalomra, úgy látjuk azért a Bibliából is, hogy ez egy kiemelt fontosságú téma vagy terület, hogy hogy mi a helyzet ekkor, hiszen ott van valaki egy pozícióban, egy olyan pozícióban, ahol kvázi normát állít a gyermekeink elé. Nem arról van szó, hogy a gyermekem egyik osztálytársa öltözködik valahogyan, és azt mondjuk, hogy nem, 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 hát ő igen, de te nem, vagy ti nem, ő egy kilógó személy, hanem valaki, aki pozícióban van arra, hogy ezt a normát formálja. Mi a helyzet vele? Mi a helyzet, hogyha egy iskola van? És akkor itt Tibor már is a Teddy Lembádról is szól, egy iskola van az én településemen. És nem tudom máshova iratni. És ugye, és akkor itt már is bele mehetnénk másik témákba is, hogy a magyar állam jelenlegi szabályozása szerint igazából erőszakkal rákényszerítenek arra, hogy abba az iskolába ad a gyerekedet, ha a környéken nincs más, mert magántanulóként szinte nem is nagyon taníthatott. Tehát kvázi szinte, mintha be lenne tiltva az, amit te említette a botont, hogy minden család a saját gyermekét nevelje. Szóval mi a helyzet ilyenkor? kirúgathatjuk e a tanárnőt, hogyha a felszólításunknak nem tesz eleget? Tehetünk -e erre politikai lépéseket? Hogy látjátok ezt? Mondta, te hangod mélyed. mindig. <laughs> ne haragudj, Péter, de szerintem rossz a példát. No. Ugyanis minden hát, hivatáshoz, álláshoz azért van egyfajta dresszkódex. Aha. És itt alapvetően egy tanárnőnek a mai társadalomban elvárt, hogy, hogy hát normálisan öltözzék föl, tehát hogyha így öltözik fel, még ha én nem is szólnék, akkor is az igazgatóságnak kutya kötelessége eljárást kezdeni, és hát vagy megtanítani, fölöltözni rendesen a tanárnőt, vagy hát útilaput Kötnia. És ez, ezek a normák is változhatnak. Tehát inkább erre vonatkozik a kérdésem. A, norm, hiszen a... a normák azok, azok lassan változnak, tehát ami elfogadható norma, az általában lassan változik. Tehát akkor száz év múlva elképzelhető egy ilyen helyzet? Ezt én nem tudom elképzelni, hogy száz év múlva is ez normális legyen. Na de a, az 1900-as évek elején, ö, ugye, hogyha egy nő a bokáját kivillantotta, az már szemérmetlen cselekedet volt ma, hogyha comb középig ér a szoknyája, az is egy teljesen normál, hogy igazából akkor gondolkodik el a köznép, hogy ha már, hogy mondjam, az alsó nemű is kilátszik, hogy itt már talán valami nincsen rendben. De az, hogy, mit tudom én, tért fölött ér a szoknya, térd alatt ér a szoknya, az egész lábszára kilátszik, az ma egy teljesen elfogadott dolog, de 120 évvel ezelőtt az botrány lett volna. Van-e olyan pont, ahol azt mondod, hogy rendben van, hogy. hogy ugye itt onnan indultunk ki, hogy szabad-e megmondanom, vagy megmondjuk-e azt, hogy mások hogyan viselkedjenek. Tegyük fel most akkor, most nyilván azért indulunk ki ebből a helyzetből, mert éppen azért alkalmas annak a demonstrálására, hogy, hogy ez, egy, ez egy nem vállalható cselekedet, mert ez egy jelenlegi társadalmi norma. Tehát nyilvánvalóan a szom közepet azért nem tudom hozni, mert nagyon ambivalens az, hogy ott mit tekintenénk társadalmi normának. Tehát éppen ezért hasznos szerintem ez az illusztráció, hogy van-e olyan pont, ahol használhatunk politikai eszközöket. Arra, hiszen, hogyha mondjuk nem távolítják el ezt a, ezt a tanárnőt az állásából, ez azt jelenti, hogy a norma bizonyos szempontból az ellen változott, amit én normálisnak tartanék. És már egy kicsit túl lendült azon, amit számomra elfogadható. Tehetek-e lépéseket annak érdekében, hogy ez visszamozduljon? Persze, hogy tehetnél és ez nem kell kereszténynek lenni. Tehát nagyon sok nem keresztény is tenne lépéseket. Tehát ez, mivel a társadalmi norma egyáltalán nem fogadja el, ezért ott tenni is kell, és tennének is, nem csak a keresztények. De hogyha ha mondjuk én helyteleníteném, hogy a, a tanárnőnek eddig ér a szoknyája, és én ezt szóvá tenném, ugyanakkor hát a társadalom többsége viszont azt mondja, hogy hát mit akarom én a, a szexuális frusztrációmat rákényszeríteni a a, mit tudom én, a tanárnőre, vagy hogy, hogy az iskolában, hogy ezzel zaklatom őket, mert társadalmilag teljesen elfogadott uh -huh. dolog. Uh -huh. Szerintem itt nagy filozófiai kérdések húzódnak meg a mélyben, vagy nem akarom ezt így túl dimenzionálni, de tényleg így érzem, hogy egyáltalán a társadalmi norma honnan származik, mert azért van egy kollektív lelkiismeret is, tehát nem csak az egyének van, nem csak nekem, nektek, hogy, hogy mit gondol a szoknya hosszáról, valakinek a, a térdalat lévő is túl ö, rövid még, még ma is vannak, akik a boka kivillantását is paráznaságnak neveznék szerintem, de valakinek az is belefér, hogy a com középig legyen keresztényként, nem keresztényként, mindegy, ö, az a szoknya. De hát ö, ezen cseveghetünk, de Mégis van egy ilyen hőmérő a társadalomban, ez a kollektív lelki ismeret szerintem, ami ilyenkor így bekapcsol. Nekem inkább az a kérdés, hogy a, a jogrendszerünk, az visszatükrözi-e a, a társadalom hőmérőt? De hát akkor mondom egyszerűen, ahogy az emberek általában gondolkodnak egy ilyen kérdésre, amit a példátban tipizáltál, az visszacsillane vissza a jogrendszerünkbe, vagy pont ellenkezőleg a, szembe megy a, a jogalkotónak a által alkotott törvény azzal, hogy az emberek amúgy gondolkodnak egy ilyen kérdésről. Szerintem ez sem mindegy egyébként. És még egy dolog, hogy abban igazad volt szerintem, hogy még mindig kicsit közekedjek veled, hogy persze ilyenkor azt lehet mondani, hogy van egy munkaköri leírás, hogy kell öltözni, mi a dress code e tanárnőnek, de ez a dress code is egy erkölcsi kódexből jön szerintem. Tehát van, van egy, általában egy ilyen munkája, etikai kódex is van, a mi is van etikai kódexe, és itt az etikait hangsúlyoznám ebből. Tehát ez nem egyszerűen egy munkafeltételeknek való megfelelés, hogy én hogy öltözködöm, hanem ennek az elkölcsi mércének való megfelelés is. Tehát nem csak az egyén dönt arról, hogy neki mi fér bele, akkor így mondom. Hogy ez, ez, ez megáll-e a szervezet határainál, vagy egy, egy széles társadalmi konszenzusnál, hogy mi fér bele, meg mi nem, hát ez egy nagy kérdés. És ö, én továbbra is a kényszerítés szót nem szeretném alkalmazni erre, Nekem az a meggyőződésem, hadd mondjak ki egy ilyen kerek hogy az egyház nem kapta azt a feladatot Istentől, hogy rákényszerítse az erkölcseit a világra, a nem hívő világra, de azt kapta a feladatú, hogy kívánatossá tegye a nem hívő világ előtt a keresztény erkölcsöt. Hogy, hogy képviselje, azt mondja, hogy nézzétek, ez tök jó, hogyha ti is ezt, ezt szeretnétek követni. És itt ér össze van. egy kicsit az, hogy hogy milyen nehézségeink vannak, hiszen hogyha mindez egy egyházi iskolában történik, ugye, hogy egyszerűsítsünk a képen, hogy akkor ez az aktivizmus, ez a rákényszerítés, hogy mind belül történik, hogy egy egyházi iskolán belül, ha valami egy kirúgási feltétel, elbocsátási indok lehet akkor ez egy kényszerítés és egy, és egy, egy erőszakos cselekedet, mondjuk ki. Hiszen valakitől megvontam azt a lehetőségét, hogy ott alkalmazzák ebben az iskolában, valakit létbizonytalanságba hoztam, ö, sőt, adott esetben a közösségén belül rossz hírét is keltettem, hiszen ő nem alkalmazható. Ö, és eljön egy olyan pont, ahol egy ilyen döntés ö, hát elkerülhetetlenné válik. Ö, és a nem döntés is döntés lesz. Tehát, hogy itt, itt, itt van, most csak egy dilemmát vetnék fel, hogy mi a helyzet ilyenkor, amikor az élet adja hozzánék azokat a helyzeteket, hogy ezzel a hatalommal élünk el. De megint azt mondom, hogy ez kulturálisan is meghatározott, illetve a társadalmi elvárások is változnak folyamatosan. Amikor én tanultam teológiát, hallgató koromban, hogyha nem, öltött, nem öltöztem volna a vizsgához fekete öltönybe, fehér ingbe, fekete nyakkendőbe, kisen nyithattam volna a számat, kirúgtak volna, vagy ha nem borotválkoztam volna meg frissen, kirúgtak volna. Ma pedig... A itt fekete ingbe borotválaslanul, ez az előre. Igen, remétős. de ma jó lehet, ma már nem vizsgáztatok, de amikor vizsgáztattam az utolsó időkben, már teljesen kopott farmerben, színes ingben jöttek, nem öltönyben, és hogyha ha régi professzorként kirúgtam volna azért, hogy tanulj meg rendesen fölöltözni egy vizsgára, nem biztos, hogy az átment volna itt a, a főiskolai ö, hierarchián, hogy jól teszem. Igen, itt ez, ez, nem új keletű kihívás, csak a nézőinknek, hallgatóinak említem, nemrég olvastam Platontól pont azt, hogy ez valahol a filozófusoknak a kiváltsága, illetve feladata az, hogy elkülönítsék, hogy mi az, ami szokás függvénye, és mi az, ami úgy általában az egyetemes emberi természetből, vagy a természeti hát ugye ez az, amit később ugye természeti jogként csomagoltak újra ugye az amerikai államalapítók és, és a felvilágosodás filozófusai. Tehát itt nyilván nagyon fontos a, a különbségtétel keresztényként, hogy ne a nosztalgikus szokásainkat emeljük erkölcsi szintre, de mintha lenne itt valahol egy határvonal, ahol már ezek a szokások, és az, hogy akkor itt csináltuk most úgy, Angliában a bal oldalon vezetnek, Magyarországon a jobb oldalon, hogy, hogy ezek között, mintha lenne egy ilyen határvonal, ami nem, nem, biztos, hogy mindenhol egyértelmű, főleg öltözködésben nem, de ezért bizonyos helyeken egyértelmű. Hát ugye kulturálisan is nagyon meghatározott ez. Amikor 2015-ben jött a sok menekült Magyarországra, akkor a magyar társadalom elég jól reagálta ezt, mint együttérzően nagyon sokan odaálltak segíteni, ételt vittek nekik, meg mindenfélét, amire szükségük volt a menekülteknek. Én is csak hallottam ezt a, a sztorit, de az egyik fiatal ember beszélt azzal a hölgyel, aki, aki ott volt, és segített neki, hogy ha az én anyukám így öltözne, mint te, akkor akkor Hát nem tudnám tisztelni őt, mert az ő társadalmában az, a, az volt a, az előírás, hogy ugye az iszlám szabályoknak megfelelően, hogy csak az arca legfeljebb, meg a csuklótól a kézfeje látszódhat ki, semmi egyéb nem látszódhat ki. És ezt vas szigorral az iszlám országokban, legalábbis némelyik iszlám országban számon kérik mindenkin, a keresztényeken is, tehát egyszerűen mindenkire rákényszerítik ezt. De elég, hogyha csak Iránra gondolunk, mielőtt az iráni vallási forradalom hát végbe ment volna, Irán minden szempontból egészen nyugatias volt. Tehát, hogyha most a 70-es évek elejéig Iránról fényképeket néznénk, meg akkor olyannak látnánk az embereket, meg, meg egyáltalán a hölgyeket, meg mindenkit, mint egy, egy akkori nyugat-európai országban, úgy is öltöztek. Viszont ez az iszlám forradalom végbe ment, és rájuk kényszerítették, a fundamentalista iszlám nem csak öltözködésé, de minden területen a fundamentalista iszlám törvénykezést. Nem minden vonatkozásban, de, de nagyon erőteljesen. Na és hát ezért is mondom, hogy, hogy ez nagyon kényes kérdés. Egyrészt kultúra függő, másrészt a kultúra is, ahogy változik, tehát most úgy értem, hogy ugyanazon a területen is nem mindegy, hogy ma vagy 50 évvel ezelőtti kultúráról beszélünk, és nem mindegy, hogy világ melyik területéről jövünk. Vannak jó példák, vannak rossz példák, én az iránit kifejezetten rossz példának tartom, tehát akármilyen keresztény vezetés lenne itt Magyarországon vagy Európában nem értenék egyet azzal, hogy úgy hozzuk, tehát úgy alakítsuk a törvényhozást, hogy a keresztény etikát ilyen szigorúan ö, kodifikáljuk. Mint ahogy ahogy azért a középkorban, ö, ha rajtakapták a homoszexuálist, akkor igenis mágián végezte, vagy ha emberségesebben, akkor egyéb módon végezték ki. Em, hát ezzel nem értenék egyet. Meg hogyha egy házasságtörésen kapott valakit, akkor most kalodában kirakjanak a, a főtérre, hogy ottan dobálják meg rohat paradicsomokkal, mert hogy, hogy miféle ember, aki házasságtörő, hát ezzel nem értek egyet, hogy, hogy ezeket hoznánk vissza. Annak ellenére, hogy én személy szerint, mint erkölcsi értéket, hát igenis nem tartom elfogadhatónak azt, hogy, hogy azonos neműek közötti szerelmet gyakorolják, nem tartom elfogadhatónak a házasságtörés, stb. stb. Hú, nagyon sok gondolatom támad mindazokra, amit elmondtasz, és természetesen, ha a módszertanát nézzük ezeknek a azt is mondhatom, hogy pedagógiát, ezeknek a megtorlásoknak, amiket említetét a középkor paradicsommal megdobálni, karóba húzni, kalodába tenni. Hát ki az, aki a nyugati demokráciában legalábbis egyet ma ezzel? Természetesen, de hát vannak ennél finomabb eszközök is azért szerintem. Itt, a nagy kérdés az valóban, hogy, hogy amivel kezdtük ezt a műsort, hogy a kényszerítés alatt mit értünk, az is kényszerítése, vajon hogyha én keresztényként a közbeszédben kiállok bizonyos értékek mellett. Mert van, aki már azt is kényszerítőnek érzi, hogy itt van ez a Sitku Tibor, ez mindig azt szajkozza, hogy már pedig ő a monogám hetero házasságot preferálja. De hát engem sért, mert én meleg vagyok ezzel az álláspontjával. De hát pusztán az ma már, hogy nem az a kedvenc színem, mint neked, már lehet, hogy az is sértő lesz számodra. De hát én ezt is látom azért, hogy egy hiperérzékeny nyugati kultúrában élünk, ami, ahol az erkölcs teljesen privatizálódott. Tehát így mindenki önmagának a bírájává vált. Most nem tudunk belemenni nyilván ebbe, hogy ez miért így történt, de de ezt éljük. Ha te és nem, én... nem lépsz a politikába, a politika belép hozzád. Igen, igen, igen. Meg én vagyok az origója a saját univerzumomnak, és minden belőle indul, ki, az erkölcs is egyébként. És ilyen kis erkölcsi szigetekként funkcionálunk, mondjuk Magyarországon is. Tehát én nálad egy picit szerintem megengedőbb vagyok a hatalom felé is, a politikai hatalom felé is, hogy igenis, ha ne, ne is, nem az, nem az a rákényszerítés, meg az erőszakolás szót használom, mert abban nem, abban egyetértek vele teljesen. De hogy, hogy, felmutasson valami követhetőbbet, vagy valamit, amit, amit úgy kollektív meg tudunk ragadni mi emberek, nem csak egyénileg, hanem azt mondjuk, hogy igen, olyan társadalomban élnek, ahol ez az érvényes játékszabály, ezt én nem tartom bajnak. Nekem, nekem ott válik ez ketté, amikor tényleg ilyen, akár állami eszközökkel, vagy, vagy, vagy hatalomtechnikai megoldásokkal, hát tudjátok, de hát a, vannak itt is finom dolgok, tényleg kényszerzubonyként húzzák rá az emberekre, akár a kereszténynek nevezett erkölcsöt, vagy bármilyen erkölcsi gondolkodást. De azért én a másik parttól is óvnám a hajót, hogy ne navigáljuk a csónakot a másik oldalra, amikor teljesen az egyénre bízuk, hogy ő döntsön erkölcsi kérdésekbe, és minden erőszakolásnak számít, ami, ami egy kicsit, hogy mondjam, direktebb. És itt visszatérnék arra a gondolatomra is, hogy hogy vannak olyan paraméterek, amik között én nem szívesen élnék Magyarországon, hogyha megvalósul, erkölcsi szempontból úgy értem. Ha, ha a többségi társadalom mondjuk azt gondolná, hogy a vallás káros, csak mondok egy példát, hogy sőt, tiltani, tiltani kéne a minden vallási gondolkodást, ha már szekularizációt csináljuk jól, egy ilyen ateizmus. Ugye volt ilyen, tulajdonképpen ez volt a kommunista, jó, most eltúzom egy picit, de talán annyira nem, de hát a kommunista diktatúrák alapélménye hogy a hit, mint olyan, egy gaz, amit ki kell tépni, és írtani kell. És, és, persze az is egy erőszakolt forma volt, de azért, de azért áthatotta a többségi társadalom gondolkodását is. Szóval nekem nem mindegy, hogy milyen millióbe élek, és én nem tartom bajnak, ha ezt a hatalom alakítani próbálja. A kérdés inkább, hogy hogyan próbálja alakítani, és mennyire megy el messzire, mert ha már kényszerítő eszközökhez nyúl, hát igen, abban igazad van teljesen, hogy az, az nem jó, valószínűleg. Mint hogyha az lenne így az előző bőfél órának a konklúziója, és nyugodtan javítsatok ki, hogy az lenne a legjobb, ha ez szívből jönne. Tehát bennem születne meg egy belső törvény alapján, most keresztényként mondhatjuk azt, hogy Istennel való kapcsolatunkban az, hogy mi a helyes cselekvés. És ugye ebben időnként korszaktól, kultúrától függően van változás. Tehát ez is tény. Van stílusbeli, ízlésbeli változás is. Azért vagyok egy picit pessimista, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok -e erről, hogy az emberek többségét mintázat követőnek látom. Amit a társadalom stigmatizál, azt ők sem szívesen csinálják, vagy legalábbis megpróbálják elrejteni, ügyeskedni, ugye ne legyenek illúzióink. Tehát megpróbálják most sötétben csinálni, de, de nem fogják hangoztatni, nem akarják normává elfogadottá tenni. Amit pedig a társadalom jutalmaz, azt igyekeznek csinálni, és ebben benne lesz a képmutatás is. Ezzel kapcsolatban se legyenek illúzióink. A hogyha... csorda szellemre utaz, most kicsit. A csorda szellem, igen. Nem mindenki. De azt mondanám, hogy a társadalom többsége ennek megfelelően alakítja ki a működését. Ez igaz volt az ókorban, erről panaszkodtak sokat az ókori filozófusok. Erről panaszkodott Nietzsche, ugye, aki ebben látta ugye, az übermensnek a képét, aki képes végre kilépni ebből a csordából, tehát a legtöbben így látják. Egyetértetek-e ezzel a csordaszellemmel? Mármint nem az, hogy így kellene, hogy legyen, de hogy az ember mintha ilyen mintázatot mutatna. És hogyha igen, akkor mit kezdünk ezzel, hogy úgy tűnik, hogy az emberek többsége nyitott az erőltetésre. Sőt, csak arra nyitott. Hát erre így nem tudok válaszolni. Hm erre így nem tudok válaszolni, mert én, én úgy gondolom, hogy mint keresztény, nekem azt, amit Isten a szívembe írt, azt a bizonyságtétellel kell a társadalom felé felmutatnom. És a bizonyságtétel az nem feltétlenül beszédet jelent ebben az esetben, hanem hogy, hogy felmutatni azt, hogy én mit nyertem Krisztustól. És hogyha valaki ezt megkívánja, akkor ugyanúgy tehát akkor, akkor változott a társadalom, jó lehet, nagyon kicsi részben. Úgyhogy én, én ezt tartom a, a, a feladatomnak, és úgy érzem, hogy, hogy a bizonyságtételemnek így kell végbe mennie. Kár, hogy ez az utolsó kérdés, Ami műsorban. most beintottunk egy hatalmas terület ajtaján, úgy érzem, hogy nagy csarnokba, amit most át kéne tekinteni. Um, egyetértek azzal, amit Boton mondott, úgy én, nekem is ez egy ilyen belső, belülről jövő dolog, de visszatérnék egy mondat erejéig az oktatásra, amiről ma beszéltünk, én mint, mint, oktató egy főiskolán. Na ebbe például látok egy ilyen küldetést, ha használtok ilyen nagy szavakat így a végére. Már magam részéről úgy értem, hogy segíteni az embereket egy tudatosabb erkölcsi gondolkodási szint elérésében nem is mondom, hogy ez egy főiskolai oktató feladat, ez talán egy, az egyháznak is, még belülre is feladata, hogy egymás segítsük mi keresztények, hogy egyházon belül ne a, ne a csorda szellem, hanem a szent szellem erősödjön inkább. Felnövekedjetek, kemény táplálék. Így, így van, de hát ö, én inkább ezt preferálom, hogy, hogy felnőtt hívők legyenek, akik felnőtt módon gondolkodnak az erkölcsről, és ezt a, nem a, az erkölcseiket akarják kifelé ráhúzni a nem hívő világra, hanem ezt a felnőtt típusú gondolkodás képviselik kifelé, hozzásegítve másokat is ahhoz, hogy felnőttebbé váljanak az erkölcsi gondolkodásukba. De hát, ha ez egy vírusszerűen terjedne, akkor, akkor a csordaszelem visszábszorulna, és szerintem egy, jobb, egy élhetőbb társadalomban én inkább biztos vagyok. Még azért annyit szeretnék a bizonyságtételhez, amit az előbb mondtam. Tehát én a bizonyságtételemet nem a szavazófülkében gyakorlom, hanem az életemben. Otthon, az utcán, és akárhol vagyok. Például egy podcastban is. Például egy posz podcastban. Egyet értek ezzel. A beszélgetésünk előtt úgy fogalmaztuk meg, vagy hát úgy említettem ezt a témát, hogy úgy érzem, hogy most leülünk és megpróbálunk feldarabolni egy ámbrást, szetet, és megsütni, és megenni vacsorára, hát ebből nagyon-nagyon keveset sikerült tudatosan elfogyasztanunk, úgyhogy kedves nézőinkre és hallgatóinkra bízzuk a többit, gondolkozzatok ezekről a kérdések, hogy itt felnőtt gondolkozásról volt szó, gondolkozzatok ezeken a kérdéseken, olvassatok a, a témák iránt, és hogyha tetszik, akkor gyertek és tanuljatok Tibortól, Botontól, itt a PTF oktatóitól, és legyetek egy olyan gondolkodó közösségben, ahol ezekről a kérdésekről nem csak, nem csak 40 percben, hanem 40 órában, 40 napban lehet hallani, beszélgetni, adott esetben vitatkozni, és úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcasts-on, Spotify-on, Google Podcasts-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő héten 11 órakor is.